A családi élet és a munka összeegyeztethetősége érdekében megkezdett programunk részeként életvédő és örökbefogadási kampányt indítottunk. Ezt a szocialisták itthon is, Brüsszelben is támadták. Embertelen kampánynak nevezték. Soha ilyen érzéketlenségről kormány még nem tett tanúbizonyságot, mondták önök, mondták ők egy sajtótájékoztatón. Brüsszelbe pedig ismét elszaladtak árulkodni elvbarátaikhoz, és újra hazugságokkal próbálták Magyarországot besározni, mint tették ezt a médiatörvény kapcsán, mint tették ezt a magyar alkotmánnyal. De nézzük a tényeket, tisztelt hölgyeim és uraim. A plakáton egy magzat látható. Azt is megértem, ha nem vagy még kész rám, de inkább adj örökbe, hadd éljek felirattal. Tisztelt képviselőtársaim, ezt nevezik önök embertelennek? Ezt nevezik önök érzéketlenségnek? De tény az is, hogy brüsszeli ideológiai partnereiket is átverték, mert nem nézték meg a szerződésünket, amiben a következő szerződési pontok állnak. A célcsoportja a pályázatnak az egész társadalom. Annak felismertetése, mennyire fontosak a családok és azok tisztelete. A célcsoporton belül azokat kell megszólítanunk, akiknek van és akiknek nincsen gyermekük. De tény az is, nem tájékoztatták ezeket a barátaikat arról sem, hogy milyen módon alakulnak a terhesség megszakítások száma az egyes országokban. És itt figyeljenek, tisztelt szocialista képviselőtársaim. Amíg Finnországban 1000 élve születésre jut 172 terhesség megszakítás, Csehországban 1000-re jut 208, Németországban 2008-as adat szerint 167, Franciaország 2005-ös adata szerint 270, addig Magyarországon pedig 447, az első három adat 2009-es volt. És önök azt is elfelejtették hozzátenni, hogy ez a iszonyatos különbség, ami ezek az országok között megvan, ez bizony a teljes termékenységi arányszámban is megjelenik. Önök elfelejtették azt elmondani, hogy 2009-es finn adat 1,82%, a cseh 1,49%, a német hasonlít szinte csak a magyarhoz az 1,36-os számával, ami magyar 1,32%. Század. Miközben Franciaország 2009-es adata 2 egész a teljes termékenységi arányszám. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt országgyűlés! Egy életvédő örökbefogadási kampány és az ehhez kapcsolódó jogi szabályozások csak részei a családpolitikának. Ezek együttes hatása a társadalomban csak lassan fejti ki a hatásukat, míg a rombolás gyorsan hat, mint azt láthattuk az elmúlt 8 év családellenes politikájában. A rombolóknak szeretném befejezésül idézni az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság demográfiai jelentésében foglaltakat. A család sorsától vagy történetétől, vagy az elmúlt évtizedekben a családokkal kapcsolatban végbelent változásoktól függetlenül minden európai tagja volt, vagy jelenleg is tagja egy családnak. Senki sem spontán nemzéssel születik. Tisztelt hölgyeim és uraim, még önök sem. Köszönöm a figyelmüket. A képviselőcsoportoknak 2-2 percben van módjuk reagálni államtitkár úr szavaira. Kérdezem, hogy kíván-e valaki ezzel élni. Ercsei Katalinnak adom meg először a szót az LMP részéről. Elnézést. Köszönöm szépen, elnök úr. Annyit szeretnék erre reagálni, bár mi nem lettünk megszólítva ebben az ügyben, de az LMP kiadott egy olyan közleményt, amiben azt jelezte, hogy a demográfiai krízis helyzet sajnos nem ezen a módon oldható meg, nem ezen a módon, és ezt a múlt heti azonnali kérdésemmel is feltette a miniszterelnök úrnak, hogy azokat az érdemi és valós intézkedéseket, amelyek a nők munkahelyre való visszajuttatása ügyében
szükségesek, hogy a demográfiai krízis valójában tudjuk kezelni, és ebben ugye nemzetközi szakértői egyetértés, hogy ezek a valódi megoldások, ezeket mikor kezd el a kormány. Ennek a plakát kampánynak az üzenetéről én nem óhajtok önökkel vitatkozni. Reding biztos asszony egy EU-s szabályozásra hivatkozott, ezt a vitát önök lefolytatják. Azt gondolom, hogy ha egy felelős abortusz ellenes kampányra van keret és van koncepció, akkor azt egyrészt jó lett volna szakértőkkel megbeszélni, hogy vajon ez a helyes üzenete, vagy az a helyes üzenete, amit mi jeleztünk, hogy megelőzni azokat a nem kívánt terhességeket, amelyek minden esetben tragédiák. Az, hogy ha már teherbe esett, mit kezdjen a magzatával egy asszony, az egy rendkívül nehéz és súlyos kérdés, ebben valóban el tudom képzelni, hogy ezek a plakátok nem segítettek. Abban a helyzetben viszont, hogy megelőzzük a nem kívánt terhességeket Magyarországon, és tovább csökkentsük az egyébként szerencsére örvendetesen csökkenő abortuszok számát Magyarországon, abban még sok teendője van az ön minisztériumának, és azt kérném, hogyha erre valami mód van, akkor erre helyezzenek hangsúlyt egy következő akcióban. Köszönöm. Köszönöm. Harag Péter úr, következik a KDNP frakcióvezetője. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! A konkrét ügyről is néhány szót érdemes szólni, de különösen a mögötte levő eszmei politikai háttérről. A konkrét ügyel nincs probléma, hiszen nem agresszív, egy elfogadó, és elsősorban az az üzenete, hogy ha nem tudod felnevelni a gyermekedet, akkor add örökbe. Több mint 1500 ember vár Magyarországon gyermekre, hiszen saját gyermekük nem lehet, és nem tudják ezt az örömöt megérezni, annélkül, hogy örökbefogadási lehetőség lenne. Nem beszélve arról, hogy az életvédelme az mégiscsak egy fontos szempont. Mi van mögötte, mint eszmei politikai háttér? Két kultúra ütközik egymással, az élet kultúrája és a rombolás kultúrája. Az élet igenlés azt mondja, hogy közösségeket kell erősíteni, normákat erősíteni és a hagyományos értékeket megőrizni. Ezzel szemben a rombolás kultúrája közösségellenes, normák fellazítására tör és a hagyományos értékek ellen dolgozik. Mert gondoljunk csak bele, most egy másik példát mondanék. Mit tud mondani a házasságról az, aki az élet kultúrája mellett van? Az, hogy két ember megtalálta magát, és a szeretetük, és az önátadásuk, és kölcsönös elfogadásuk végül is egy új élet születésében működik közre, ami egy csodálatos dolog. Ezzel szemben az a másik kultúrának egy mondata van, jogod van elválni. Így szól a házasságról szóló tanításuk. De ugyanez az életről szóló gondolat is megjelenik a két egymással ellentétes kultúrában. Az emberi életnek az a tisztelete, ami már a fogantatással megindult emberi életre vonatkozik, és a plakát jól érzékelteti, itt egy emberi lényről van szó, akinek a szervei kialakultak, dobog a szíve, és arra vár, hogy megszülessen. Mi emellett állunk. Köszönöm szépen. Tóbiás József képviselő úr következik az MSZP részéről. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Abban tény és egyetértett a vitanap minden egyes frakciója, hogy szükség van egy olyan nemzeti összefogásra e tekintetben, amely hosszú távon biztosítja azt, hogy az a népesség fogyás, amely éppen 2011 első negyedévében 28 ezer gyermekkel született, kevesebb, mint az azt megelőző időszakban, ez megálljon. Azt mondja államtitkár úr, hogy a családpolitika egyik eszköze az, amiről ön beszélt. Szeretném mondani, hogy ön elfelejtkezik és kiragadja magát a családpolitikát, és úgy jeleníti meg itt a parlamenti térben, mintha ez egy önálló elem lenne, és nem hatna erre társadalompolitika, és nem hatna rá gazdaságpolitika. Harag Péter képviselőtársa mondta el, és megdöbbenve hallgatom, hogy nem az a kérdés, hogy egy szülő, ha nem tudja nevelni a gyerekét, akkor hogyan segítsünk neki, hogy azt ő felnevelhesse, hanem az a kérdés, hogy az állam hogyan biztosítsa azt, hogy az örökbefogadással ez megoldható legyen. Elnézést kérek, de hát most ezt mondták. Ezzel nem lehet azonosulni. Az, hogy egy igazságtalan adórendszerben önök azoknak adnak több pénzt, akiknek nincs fogyasztási hiányuk,
és azoknak nem adnak, ahol a gyermekek ma megjelennek, ahol segítségre van szükségük, akkor azt mondom, hogy változtassanak a gazdaságpolitikán. Ha az a társadalom politikájuk, hogy a munkavilágában már 16 évesen, akár képzetlenül is ki lehet tenni a gyermeket, mert majd addig van az iskolai tankötelezettség, akkor azt mondom, ez egy hibás társadalom politika, ezen változtatniuk kell. És ezeknek a megváltoztatása, ebben való együttműködés meghozza igaza van hosszú távon azt a remélt optimumot és biztonságos jövőt, hogy gyarapodni fog a magyar nemzet. Ellenben ez nem fog bekövetkezni. Köszönöm szépen. Vona Gábor frakciót úr következik, a Jobbik részéről parancsoljon. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt államtitkár úr! Mindenféle szimpatiaság elkerülése nélkül mondom, hogy nagyon megható volt számomra az, hogy ez a népesedés politikai vitanap megrendezésre került. Nem gondoltam volna, hogy a jövőben egy elhagyott mérföldkövet, vagy legalábbis elhagyottnak hit mérföldkövet újra megnézünk, majd hogy még visszább fogunk benne menni, de erre az MSZP képes volt ebbéli, lehet, hogy hiú reményemre rácáfolni. Egészen elképesztő volt hallgatni Tóbiás képviselő urat, amint egy ilyen lóúrással elkezdett mindenről beszélni, hogy a saját felelősségüket ebben a konkrét ügyben megpróbálta volna legalább megmagyarázni. És itt, hogyha kicsit madártávlatból nézzük az egész ügyet, felszínre került, hogy nem sikerült még mind a mai napig a demográfiai kérdésben valami fajta nemzeti minimumot, valami fajta közmegegyezést létrehozni, miközben a demográfia mindannyian elismerjük talán, hogy a legsúlyosabb problémája az országnak. Ugye ez a plakátkampány is arra próbál valamilyen módon választ adni Tóbiás képviselő úr gondolataival ellentétben, hogy hogyan lehetne azt a 31 éves népességfogyás valamilyen módon enyhíteni, ha megállítani nem is, de legalább enyhíteni jelen pillanatban, ami sújtja ezt a nemzetet. De beszélnünk kellene ugyanúgy az országon belül etnikai arányoknak a társadalmilag veszélyes eltolódásáról, vagy a legújabb demográfiai problémánkról, az emigrációs nyomásról, miközben a német és az osztrák piac megnyílik, Magyarországon soha nem volt még ilyen magas az elvándorolni kívánó embereknek, és különösképpen a fiataloknak a száma. Az uniónak és az MSZP-nek ezzel a konkrét üggyel kapcsolatos reakcióját pedig felháborítónak és visszautasítandónak tartjuk. Ilyen esetekben volna szükség a nemzeti összezárásra. Nem arra, hogy rátámadjanak különféle politikai szereplők ilyen kérdésekben egymáson, hanem igenis közös erőt tudjunk mutatni, és ki tudjunk állni egy számunkra fontos kérdés mellett. Szeretném emlékeztetni az országgyűlés, hogy amikor az IMF-fel a tárgyalások megszakadtak, a Jobbik akkor is képes volt erre. Az MSZP és az LMP akkor sem. Úgyhogy én arra kérem az MSZP-t meg az LMP-t, hogyha felelős kormányzást várnak el a kormánypártoktól, és helyesen teszik, majd én is meg fogom tenni napirend előtti felszólalásomba, akkor először felelős ellenzékiség erényét is gyakorolják. Köszönöm szépen a figyelmet. Tisztelt Ház, a mai napon napirend előtti felszólalásra jelentkezett Gulyás Gergely képviselő úr a Fidesz részéről Magyarország alkotmányos újjáépítése címmel. Megadom a szót képviselő úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. Sokféle interpretációját hallhattuk már itt a 2010-es választásoknak, de az egész biztos, abban talán mindenki egyetért, hogy 2010-ben a választópolgárok döntő többsége a gyökeres változtatásra szavazott, az elmúlt 8 év sikertelen politikájával való teljes szakítást várta el azoktól, akiket a kormányzás feladatával megbízott. Úgy gondoljuk, hogy ennek az elmúlt egy év tekintetében a kormány mind gazdasági téren, mind pedig a kifejezett jogi alkotmányos berendezkedéssel kapcsolatos területen igyekezett eleget tenni, és olyan eredményekről is beszámolhatunk, amelyek az elmúlt 20 évben ugyan gyakran voltak különböző politikai erők célkitűzései, de mégsem valósultak meg. Ilyen az új alaptörvény elfogadása, és ennek kapcsán szükséges sarkalatos törvények folyamatban lévő, illetve az őszi ülésszakban várható elfogadása. Nagyon fontos az, hogy kereteket adjunk a vitának, és szocialista képviselőtársaink is helyesen tudják külföldi partnereiket informálni, hogy két tévedést azt kerüljünk el. Az egyik az alaptörvény szabályozásának a mélysége. Az semmiben nem tér el a korábbi alkotmányétól, talán az igazságszolgáltás területétől eltekintve. Minden más területen legalább ugyanolyan pontosan és mélyen szabályoz az új alaptörvény, mint ahogy a még hatályos alkotmány tette. Ezért a sarkalatos törvényeknek ugyan nagy jelentősége van, de nem nagyobb, mint
amilyen korábban a kétharmados törvényeknek volt. A másik ilyen tévedés az pedig a sarkalatos törvényekkel szabályozott törvényozási tárgykörök számának a növekedéséről szól. A valóság ezzel szemben az, hogy míg eddig összesen 28 tárgykörben írta elő az alkotmány a kétharmados többséggel elfogadandó jogszabályoknak a elfogadását, addig az új alaptörvény mindösszesen 26 tárgykörben kívánja ezt meg. Tény, hogy van egy elmozdulás, úgy gondoljuk, hogy az alapjogi védelmet az Alkotmánybíróság a jövőben megfelelő módon tudja garantálni, ezért itt a kétharmados garanciára már nincs szükség. Ugyanakkor bizonyos gazdasági és állami berendezkedéssel kapcsolatos területeken pedig indokolt az, hogy a stabilitásra sokkal inkább képes szabályozás kétharmados sarkalatos törvények formájában is megvalósuljon. Azt egyértelműen szeretnénk rögzíteni, hogy a folyamatban lévő vizsgálatok egyenlőre csak azt mutatják, hogy ezen a területen az ellenzék nem tudott eredményeket felmutatni. Az Európai Bizottság a múlt héten egyértelműen nyilatkozott arról, hogy az alkotmányozás területe nemzeti hatáskörbe tartozik, ezért az Európai Bizottságnak ezen a területen semmilyen feladata nincs. Az Európai Parlamentben ugyan a csapatok harcban állnak, de azt mondhatjuk, hogy ott a magyar politikai életben megtalálható ellentéteknek a leképeződését láthatjuk, és attól tartunk, hogy ha ott sikerül is valamilyen határozat elfogadni, annak az alaptörvényhez komolyabb köze nem lesz, csupán azt a politikai ellentétet vetíti ki Európára, ami Magyarországon hosszú időt a látható. A Velencei Bizottság jelentéstervezetét pedig ugyan még nem ismerjük, de különböző hírportálokon ez már ismert, sőt Tabajdi Csaba, szocialista Európa parlamenti képviselő már a múlt heti európai parlamenti vitában is csodák csodájára ismerte, és ezt lobogtatta. Minden információ szerint megerősíti a Velencei Bizottság jelentéstervezete is, hogy a magyar alkotmány a hatalommegosztás alkotmányos elvének és a jogállamiság elvének maximálisan megfelel. Ehhez képest néhány konkrét kritikában lehet, hogy eltérő lesz az álláspontunk, de lényegét tekintve ez is az ellenzéki álláspontok cáfolatát adja. Úgy gondoljuk, hogy mindezeknek a fényében érdemes lenne leszámolni most már azzal a gondolkodással, amely a Magyarországon elvesztett belpolitikai meccseket külföldön szeretné megnyerni, mert ennek az eredménye nem az lesz, hogy a szocialistáknak sikerül Magyarországot lejáratni az Európai Unióban, hanem az Európai Uniót fogják Magyarországon lejáratni, ezt pedig mi nem kívánatos következménynek tekintenénk, és ezért mindenkit arra kérünk, hogy a belpolitikai vitákat itt az országgyűlés nyilvánosság előtt vívjuk meg. Most már önök is készen állnak arra, hogy ebben a vitában részt vegyenek, várjuk önöket és várjuk a javaslataikat, és szeretnénk, hogyha a magyar nemzet egységes képviselete, úgy, ahogy az alkotmányban a magyar nemzet egysége is reményeink szerint, vagy az alkotmány következtében megfogalmazódik, úgy a magyar nemzet egységes képviselete kifelé a jövőben biztosított lehetne. Köszönöm szépen a figyelmet. A kormány nevében válaszadásra Rétvári Bence államtitkár úrnak adom meg a szót. Röncső. Köszönöm a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Én úgy látom, hogy az ön által felvetett kérdésben is a szocialista képviselők kicsit későn eszmélnek, mint hogyha az alkotmányozásból való kimaradás egy folyamatos fáziskésést hozott volna magával, és mindig később reagálnának annyival különböző ügyekre, de hát hogyha részt vettek volna talán az alkotmányozás vitájában, akkor korábban bizonyos alapvető következtéseket levonhattak volna, hogy a kétharmados és sarkalatos törvények fogalma és körülbelül ügyköre ugyanazt jelenti, tehát itt különösebb aggodalomra okot adó dolog nem történt, ha pedig önök úgy gondolták, vagy úgy gondolják, hogy túl sok a kétharmados, túl sok a sarkalatos törvényeknek a köre, volt egy olyan négy, amikor az MSZP-SZDSZ kormányzatnak volt kétharmados többségét a parlamentben. Ha ott akart volna egy olyan átalakítást, hogy kevesebb kétharmados törvény legyen és feles törvényeket akartak volna, ezt önök megtehették volna az elmúlt 20 évben, 4 évnyi lehetőség volt rá, de az elmúlt időszakban sem, az elmúlt 10 évben sem láttunk olyan kezdeményezéseket az MSZP részéről, hogy akár kormánypárként, akár ellenzékként az irányba mozdult volna tovább, hogy kétharmados törvényeket sima felesnek minősítsen át. Hogy egyébként kétharmados támogatottságot megkövetelő módosító javaslatokat feles többséggel vagy kormányhatározattal fogadott volna el, és ezt utólag az Alkotmánybíróság megsemmisítette, ilyeneket láttunk, főleg a közigazgatási hivatalok esetében, tehát erre volt példa, de arra, hogy csökkentsék a szintet és kevesebb kétharmados törvény legyen, a rendszerváltást követő pár év leszámítva, az elmúlt 20 évben ilyesfajta kezdeményezés nem volt, és éppen ezért az MSZP-sek sem értek vele. Most felvetik ennek a lehetőségét. Én is úgy gondolom, hogy képviselő úr említette,
hogy a sarkalatos törvények egyfajta stabilitást adnak Magyarországnak, és kiszámítható jövőt eredményeznek. Erre két példát hadd mondjak csak önnek röviden. Az egyik pontosan egy hétköznapi tapasztalatom, a Bel- és Igazságügyi Tanácsnak volt a múlt héten ülése, és hazafele úton egy holland üzletemberrel együtt jöttem a repülőn, és mondta, hogy ő 200 embert bocsájtott itt el Magyarországon, és eljött Magyarországról, átvonult Szlovákiába és Romániába. És kérdeztem, hogy miért? A magas adóteher miatt? Mert most már vannak alacsonyabb vállalkozási adóterheink, egy kulcsos adó. Mondta, hogy neki elfogyott a bizalma, mert annyit változtak a magyar törvények, annyit változtak a jogszabályok, hogy egész egyszerűen nem tudta kiszámítani a jövőjét, ezért vitte át Bukarestbe vagy Pozsonyba a cégét. Ezért fontos szerintem, hogy kiszámítható viszonyokat tudjunk a sarkalatos törvényekben teremteni a gazdasági kormányzás területén is valamilyen optimális szintig. Ezen túlmenően pedig a legfontosabb, a Magyarország legnagyobb hosszú távú problémája kihívása szempontjából, a népesedési folyamatok szempontjából, hogy a családpolitika alapvető elemei kétharmados törvényben